Mi az éghajlat? Hú. De ez egy elég beugratos kérdés. What? Ez komoly? Ez a kérdés, hogy mi az éghajlat? Éghajlat? Nem tudom. Vágjuk ki! Egy pici időt adnál. Kontinentális éghajlat, óceán éghajlat, tehát ilyesmik jutnak eszembe. Climate is the overall sort of feeling of the environment. All around us, the weather, everything for me. So it involves, yeah, basically everything modern nature provides us with. But for the moment we use it actually as a fresh camp. Egyáltalán nem emlékszem a meghatározására, amit tanultunk az iskolában. A földi rendszernek a hosszú távú viselkedése. Climate is like the weather around the world and changes in the weather. Levegő, időjárás jelenségek. Hosszú távú viselkedése az időjárásnak, egy átlagos viselkedése. The surroundings of like the atmosphere and stuff. Földön több típusú időjárás viszonyhalmaz lehet. We can control it through how we live. Egyre melegebb van, nagyobb a légszennyezettség. I'd say that is like the weather conditions, temperature. Adott helyre vonatkozó hőmérsékleti, környezeti adottságok. Patterns working together concerning temperature and weather phenomenons in a larger region. Például szél. Tűz, a levegő. So it would be better to be responsible with the climate. Levegő. Ásványvízbe szokott benne lenni, ilyen buborék. Hát ilyen összetett molekula, amiben oxigén van. It's stored in trees, fossil fuels, and we release it when we burn fuel to make energy. Széndioxid az egy üvegházgáz. CO2, vagy valami ilyesmi, azt hiszem. Uramisten, de hülye vagyok. Fogalmam sincs. The combustion of engine and diesel. Fák elnyelik. Harmful for the atmosphere. Önmagában káros, és hogyha túl sok van belőle, akkor pláne nem jó. So we really have to fix that and have rules that the industry and cars, etc. Don't emit so much CO2. We have to start polluting less. Hát, hogy nem megyünk kocsival, mert nem akarjuk szennyezni a levegőt. Autók által kibocsájtott káros szénmonoxid szennyeződés. Egy összetevője a légkörnek, ami nagyon kis mennyiségben fordul elő. The gas that we breathe out. Felbüfögi a gyomrodat, és mindig büfögsz utána. Például, ha jól tudom, akkor a növények ezt használják fel a fotoszintetizálás során. A fák ezt felhasználva gyártanak oxigént. It's a gas that like can pollute the atmosphere and it can build up and cause global warming. Jó, úristen, nem tudok válaszolni egy ilyen kérdés, ami azért elég egyértelmű. A felszíni energiát hőt csapdába ejti a légkörben, és ezáltal melegebb lesz a légkörünk. It's a greenhouse gas as well, warms up the atmosphere. And it's very dangerous for our climate because